ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni a kőpapír ollónak a bővítését, illetve a játék érdekesebbé tételét, ahhoz egy-két újdonságot be kell vezetnünk. Az egyik röviden az, hogy emlékeztek ugye erre az üzenetszórás dologra, amit az elején megnéztük, megbeszéltük, remélem végigcsináltátok velem, mert akkor kell, hogy legyen egy publikus vagy nem publikus ilyen üzenetszórás dolgot. Akár publikus, akár nem. Amikor megnézted belülről, én ugyan azt írtam ilyen nagyképűen, hogy a projektet klónozása, de hát tulajdonképpen, hogyha ezt a programot nem akarod már módosítani, meg akarod tartani, akkor egyszerűen mondd azt, hogy file as copy, és onnantól fogva már is van belőle egy másik verziód, mint copy, másolatként, és azt mondhatod, hogyha nem is a copy, de legalább a mit tudom én, kettő, vagy V2, vagy ehhez hasonló apróságokkal egy kicsit megkülönböztetheted ezeket a projekteket egymástól, és onnantól fogva már is szerkesztheted. Tedd ezt meg most!